Szerintem ez most egy részre átment egy kicsit ilyen személyeskedős részre. Fölösleges volt most gyakorlatilag erről beszélni, mert már eltelt egy hét. És hogy miért nem akkor mondta azt, ami benne volt. Egyébként Mátéban ez már akkor is benne volt, így oda szúrt ezzel kapcsolatban, de hogy így nem fejtette ki a dolgot, viszont ő meg azt nem tudta, hogy ezt mi lányok mennyire átrágtuk. Azt viszont nem értem, hogy például ezt az egósát mire mondta, mert én sosem léptem olyan lépést, ami esetleg azt mutatná, hogy én egóból léptem ki, vagy esetleg egóból nem léptem ki, mert mindig a csapat érdeket nézzük, és az alapján cselekszünk. Hát meg amúgy tök mindegy, hogy fiú vagy lány párbaj van a héten, ugyanannyira kell futni minden egyes nap, mert mindannyian győzni akarunk, mindannyian el akarjuk kerülni azt, hogy párbajozni kelljen, tehát hogy erről is szerintem ferdít egy kicsit, de hát nyilván azért, mert most nálunk fiú párbajra kerülhet sor. Én egyébként tökre megértem őt, hogy aggódik, mert nagyon nehéz ez a helyzet. Érzi azt, hogy ennyire közeleg ez a párbaj esetleg, és hogy ők az esélyesek, de akkor sem tudok most ezzel egyet érteni, mert ez nem igaz, amit ő most mondott. Ez a Máté is? Próbáljuk megérteni. Elemezni? Igen. És elmondom, mi van. Az van, hogy fiú párbaj lesz. Jó. Rezeg a léc a fiúknak. Máté kicsit rámairézott szerintem. Szerintem. És ilyenkor félelmükben keresnek. Vagy olyan dolgot, hogy valaki vagy. Ugye hibás volt esetleg a közelmúltban. Szóval így próbálják magukról levenni ezt. Persze, én egyébként ezt teljesen értem és érthető ebben a helyzetben, viszont mikor fordítva volt ez, és amikor lánypárbajon volt a sor, neki se jött úgy ki a lépés, és mi soha senkit nem hibáztattunk, hogyha nem jött ki, mert mindig mindenként láttuk, hogy akar, és nem azon múlik, hogy nem akar, vagy nincs benne a tűz, hanem egyszerűen nem úgy jön ki a lépés. Ez az ego szöveg, ezt nem is értettem, hogy kire gondoltad, hogy a már teljesen mindegy téged hozott fel. Aminek nem is értem, hogy mi az üzenete, szóval nem de tudom. De most nekem úgy jött le, hogy mindent így lehárított amúgy. Magáról tehát, ezt tehát, hogy most a gyakorlást is, a taktikát is, igazából mindent. Hát figyeljetek, az ember nagyon sokszor másképp látja az egész helyzetet, hogyha félelemből beszél. Én azt mondom, hogy engedjük el neki, ne haragudjunk rá, mert most olyan helyzetben van, hogy belefér. Máté egy nagyon jókedvű srác, meghatározó alakja egyébként a csapatnak, és most én azt láttam, hogy teljesen magán kívül volt. Ez lehet, hogy a félelem miatt, lehet azért is, mert sokkal nagyobb fókuszba helyezte magát, de inkább az első mellett voksolnék, mert nagyon szótlan volt az elmúlt két napban is, nem nagyon tudtunk vele beszélgetni, és ugye volt ez a megnyilvánulása is, ami szerintem azt tükrözte, hogy itt félelmek vannak benne. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.